A Győri Atlétikai Klub evezőseinél hagyomány, hogy a klub utánpótlás korosztályokba tartozó sportolói és az egyesület vezetői együtt köszöntik a sikereket elért felnőtt evezősöket. Ezúttal a GYAC elnöke Pap Oszkár, valamint a Széchenyi István Egyetem testnevelési és sportközpont vezetője dr. Gyömörei Tamás fogadta a közelmúlt világversenyeiről éremmel hazatért válogatott kiválóságokat. Ez a győri evezés közel 150 éves fennállásának a legsikeresebb éve, és mondhatom nyugodtan, hiszen felnőtt Európa-bajnoki aranyunk is van, felnőtt világbajnok ezüstérmünk van, U23-as ezüstérmünk van, egyetemi Európa-bajnokságon 4 ezüstérmünk van, és egy bronzérmünk. Ez minden idők eddigi legjobb eredménye, nem beszélve arról, hogy a magyar bajnokságon idén is a győri atlétikai evező szakosztálya lett az évevezés klubja. A klub idei legkiemelkedőbb eredményeit Szabó Bence szállította, aki a szolnoki Furkó Kálmánnal párban megvédte Európa-bajnoki címet könnyűsúlyú kettesben, majd a világbajnokságon ezüstérmes lett ez a duó. A fiúk olimpiai versenyszámban is szeretnének bizonyítani. Az idei évnek is így úgy indultunk neki, hogy az olimpiai számban a könnyűsúlyú két párban szerettünk volna versenyezni. Sajnos tavasszal a válogatók nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, betegségek miatt is, meg különböző okok miatt, úgyhogy alapvetően az a tervünk mindig, hogy az olimpiai számba szeretnénk versenyezni. A GYAC U23-as és felnőtt evezősei a Széchenyi István Egyetem hallgatói, akik az intézménytől minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy a tanulás mellett az élsportban is helyt álljanak. A nemzetközi világban, az egyetemek világában azt mondhatnám, hogy az egyéni sportágak között legmagasabb színvonalon legtöbben az evezésben versenyeznek. Szerencsére időben 8-10 évvel ezelőtt úgy tudtunk bekapcsolódni, hogy a Lelkes Győri Sportegyesület keresett meg bennünket, megvizsgáltuk, megnéztük, és igen, igazat kell adnunk, érdemes ebbe a sportágba fektetni, energiát, segítséget, szakmát, forrásokat, amit lehet összpontosítani. Nagyon jó hírnevet tudunk szerezni az evezéssel nemzetközi szinten az egyetem számára is. A legnagyobb tapsot az Európa-bajnoki aranyérmes és világbajnoki második Szabó Bence kapta, de hozzá hasonlóan beírta magát a győri evezés történelmébe Fehérvári Eszter, Fazekas Fanni, Szigeti Roland és Szőlősi Balázs is, hiszen a gyacosok korosztályos világversenyeken és egyetemi kontinens bajnokságokon is kiemelkedően szerepeltek.